hogy így a kutyák, úgy a kutyák. Mikor bántott titeket a kutya, mondom, ki sem mennek mostanába. Főleg a rongy a pocok nélkül ki nem megy. A pocok a rongy nélkül nem megy ki. A pocok, a fekete csak akkor gyűn ki a kapunk kívül, ha lássa azt, hogy gyűvök. Ha érzi azt, hogy gyűvök. Máskülönben nem jönnek ki az udvarból. Ezt én tudom. Nagyon-nagyon-nagyon ritka, ha mégis. De akkor érzi, hogy jövök. És gyerekek, én mondom nektek, bizony mondom nektek, hogy amiket itt leműveltek, meg leművelnek velem, nem emberi. És tudom, hogy vagy a két ünnep közt, vagy a ünnepek után cselekedni fogok. Nem fogom annyiba hagyni. Ha bíróság vesztebbül, ám legyen. Mert kiállok az igazamért. És történjen, ami történelik. Georgira, történjen, ami történelik, de nem érdekel. Mert azóta folyamatosan idegileg ki vagyok. Szívileg, lelkileg meg összetörtem. És szó szerint nyúznak, piszkálnak, kötözködnek, provokálnak, ahunk csak vagyok, röhögnek rajtam. Röhögnek. Nem bántottam senkit, egy ujjal se. Tudom, Georgina, én nagyon jól tudom, azért nem is veszekedek inkább velük, persze jogos. Nem veszekedek, mert tudom, mire megy ki. Hát én nagyon jól tudom, hogy mire megy ki az egész dolog, ugye? Nagyon jól tudom, hogy mire megy ki az egész dolog. És ezért csinálják. Vinni akarják a TikTokra. És kicsavarni, megvágni, hogy az legyen, hogy én kötözködök. Figyeld meg, Georgina, nem adok 5-10 percet, TikTokon lesz. Szinte buzgóan várták, hogy megszólaljak. Egész idáig meghúztam magam, mint egy börtönbe. Nem járok el sehova azok ki, vagy hétvégente, két hetente. Van ezek a kisebb föllépéseim, de én ebből nem gyerekedek. Csinálgatom a kis YouTube videóimat, ennyi. Énekelgetek, ennyi. Csak direkt azt hazudták, hogy én...